ma már Rómert a magyar régészet atyának, a művészettörténet egyik jelentős alakjának, az archeometria atyának nevezzük. A Széchenyi téren lévő Rómer Floris Mell szobornál emlékeztek meg Győrben a múzeumi világnapról. A megye székhelyen kettős volt az ünnep, hiszen névadójuk előtt is tisztelegtek a résztvevők. A múzeumi könyvtár igazgatója rövid köszöntőjében arról beszélt, hogy Rómer már a maga korában a szórakoztató múzeum megteremtésén fáradozott. Rómer rendkívül modern volt a maga korában, annyira, hogy a mai korban is ugyanolyan modernnek tekinthetjük a gondolkodásmódját. Nem csak a szakmai szempontból, tehát hogy hogyan kell egy műtárgyat tartani, mit érdemes gyűjteni, vagy hogy nézzen ki egy kiállítás, hanem abból a szempontból volt számomra rendkívül megragadó, hogy ő múzeum pedagógiával is foglalkozott már a maga korában. Nem így hívta, de mint tanár úgy kezdte, hogy a pedagógiához akarta felhasználni a tárgyakat, és ezt ő egész életében végigvitte. A világnapi megemlékezésen elhangzott, a múzeumok világszerte reneszánszukat élik. Egyre nagyobb igény van hazánkban és Győrben is a minőségi, szórakoztató kiállításokra, amelyek minden korosztály számára érdekesek lehetnek. Mindenképpen reneszánsza van, ehhez nagyon sokat tett hozzá az új rendszer, amely szerint a múzeum nem egy poros és unalmas hely, és amit szeretnénk elérni, hogy szórakoztató legyen, szórakoztatva tanító legyen, és nem csak a világban, hanem Magyarországon is tényleg reneszánsza van a múzeumnak. A megemlékezés résztvevői meg is koszorúzták Rómer Floris Mell szobrát, majd a világnapi program az Eszterházi palotában folytatódott látványos bemutató tárlatvezetéssel.